Házi törköly. Kóstol, lassan így ad. Rossz, nem jó, mi? Dylan Sprouse-t a hazai médiumok csak Palvin Barbara magyar modellbarátjaként emlegetik, holott a színész világhírű sztár, aki már egy éves kora óta jelen van a filmiparban ikertestvérével, Cole Sprouse-zal. Az egypetélyű ikerpár megtévesztésig hasonlít egymásra, mondhatnánk azt is, hogy ők az Olzenikrek fiatalabb, férfi másolatai. Mai videónkban megismerhetitek Dylan Sprouse-t, aki egyre többször bukkan fel hazánkban, modellkedvese miatt. Dylan és Cole 1992-ben látták meg a napvilágot a napfényes Toszkána területén Arezzóban. Dylan született meg elsőként, aki nevét a híres walesi költő Dylan Thomas után kapta. Életük első szakaszát a karrierben és a magánéletben is nehéz külön választani, hiszen a munkajogi törvények miatt sokszor nem is önálló szerepet kaptak, hanem egymás váltói voltak egy-egy forgatás során. A színjátszást nagymamájuk javasolta szüleiknek, aki drámatanárként dolgozott. Egy Tumblr posztban Cole leírta, hogy tesójával azért kezdtek el színészkedni, mert a családjuknak pénzre volt szüksége. Így szüleik a filmvilágot látták legjobb megoldásnak. 8 hónapos korukban kezdtek el színészkedni, mint gyakran a filmes babák pelenka reklámokban játszottak. Első szerepük a Grace and the Fire sorozatban volt, egy évesen. Feltűntek még az Astronautában, de a 2000-es évek elején a nézők láthatták őket a Reszkes télapóban, vagy az Álcázás mesterében. A karrierjük olyan jól alakult, hogy az ikrek által megkeresett pénzből a család Calabasasban egy csodás kis házat vett. This set really isn't much of work. It's more fun than it is really acting. So it's a great environment for us. Az igazi sikert és világhírnevet, mint meg annyi sztárnak a 2000-es évek elején a Disney Channel hozta meg számukra. Ekkor kaptak szerepet a Zack és Cody című sorozatban, ahol nem egymás váltói voltak, hanem külön karaktereket formáltak meg. Bár a sorozat 3 évig futott csak, a sikerük mégis hatalmas volt, amely biztosította a löketet számukra a filmipar világában. This is Prince Bapalapa Shemalama Dingdong. Maga a széria a Disney Channel legnézettebb sorozata lett, a srácok pedig epizódonként 40 ezer dollárt kerestek. Így nem csoda, hogy a 2000-es évek leggazdagabb tinédzser ikerpárjává avanzsáltak. Még a Zack és Cody alatt bebiztosították magukat passzív jövedelemmel, és az ikerbrendet kihasználva merchbe vágták a fejszéjüket. Ezt úgy kivitelezték, hogy aláírtak egy szerződést a Dual Star Entertainment-tel. Így jött létre a Sprouse Bros nevű vállalat, ami DVD-ket, CD-ket, ruhákat, videójátékokat, dezodorokat és sportszereket adott ki tiniknek. A vállalat továbbá létrehozott egy magazint, valamint az Olzenikrek erősen győzködték a fiúkat, hogy saját ruhamárkát indítsanak. A Sprouse Bros nevű vállalat végül 2012-ben megszűnt. A Zack és Cody élete után a Disney készített egy újabb felvonást, csak itt a helyszín egy luxushajó volt, az előző szállodához képest, a sorozat neve pedig így hangzott, Zack és Cody a fedélzeten. Ez a sorozat szintén 3 évadot élt meg, és látható volt benne Ashley Tisdale, aki nem sokkal ezután robbant be a High School Musical-lel. The coolest part about having our TV show is meeting all the cool guest stars that come on, like some of the friends who have worked here as our friends in the show have actually really became our friends. Fun fact, hogy a Zack és Codyban vendégszerepelt Selena Gomez, akinek élete első csókja itt csattant el a kamerák előtt Dylannel. A színésznő elmondta, hogy nagyon izgult a jelenet felvételekor, ráadásul az Dylannel kellett felvennie, pedig neki ikertestvére Cole tetszett abban az időben. A fiúk a 2000-es években a Disney csatorna egyik legfoglalkoztatottabb és legjobban működő brendjévé váltak, így ahova csak lehetett, beleírták őket. Vendégszerepeltek a Benne vagyok a bandában című sorozatban, a Varázslók a Waverly Hillről-ben és a Hannah Montana-ban is. Disney korszakuk végéhez közeledve ráadásul elkészítették a Zack és Cody egy ikerkísérletben című moziukat is. Celebrities in general, as I'm sure you guys know, have a harder time interacting with people socially. In a lot of ways, they become either pariahs or they become aliens in their own society. And so I think, you know, to some degree, it's not a bad idea for me to kind of to go out and, you know, hang out, try new stuff.
Ezután egy ideig eltűntek a nyilvánosság elől. Dylan 2011-ben kezdte egyetemi tanulmányait a New York University-n, miközben pincérként kereste kenyerét. Szeretett volna egy civil szakmát, és taktikailag jó lépésnek tartotta ezt öccsével egyetemben, mert nem szerették volna, ha a Disney-s éveik után beskatujázták volna őket, amelyre sok példát láthattunk már a filmiparban. Annihilate them! The day of reckoning is now! Fear the shadows! Fear my name! Alif Anar! Dylan játékfejlesztőnek tanult, mert imádja a videójátékokat. Erre pedig jó bizonyíték, hogy a karantén alatt többször posztoltak Palvin Barbie-val képet, amint a kanapén összebújva videójátékoznak. Dylan pár év kihagyás után egyetemi éveinek lezárásával tért vissza a filmiparba. 2017-ben a Dismissed főszerepében láthatta őt a közönség, majd ezt követte egy évvel később a Banana Split, az utóbbi két évben pedig több rövid filmben és videoklipben is szerepelt. Eddig szinte csak karrierjéről esett szó, így térjünk ki egy kicsit Dylan magánéletére. You're Hannah Montana! And you're wearing cake! Vanilla, my favorite! Még az Ekés Kodi sorozat forgatásai alatt ejtettek meg egy randit Miley Cyrus-szal, de hamar rájöttek, hogy ennek szerelmi szinten nem lesz folytatása. Ezt követően Becky Rosszóval járt, aki szintén játszott a sorozatukban. Érdekesség, hogy Beckynek szintén van egy egypetélyű ikertestvére. A rákövetkező években több színésznővel is szóba hozták Dylant, Cara Crennel, Daniel Glassclockkal és Diana Fraserrel is. Szakításuk után egy ideig csend volt a szerelem házatáján, majd vett egy mély levegőt és ráírt a magyar modellre, Palvin Barbie-ra, aki akkor éppen szörnyű paszban volt lelkileg, így nem foglalkozott az őt randira hívó Dylannel. Hónapokkal később vette csak észre az üzenetét, majd elmentek egy randira, melyet még több követett, idén nyáron pedig már a 3 éves évfordulójukat ünnepelték. Los Angeles csíkos. Yeah. Los Angeles-i csíkos. A bubidis. Bubleves. 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 Barbie többször hazahozta Magyarországra Dylant, és nem csak a családjának mutatta be, hanem többször is fesztiváloztak idehaza. Dylan ráadásul még egy igazi magyar disznóvágáson is részt vett, kedvese jó voltából. A pár New Yorkban költözött össze, és a jövőjüket abszolút közösen képzelik el. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy vásároltak egy gyönyörű telket, ahol jelenleg házat építenek. Ezt a folyamatot pedig online sorozatukban dokumentálták. Ez volt a Breaking Ground, mely részeit a magyar modell Instagram oldalán tudjátok visszanézni. A lot of people tried to talk me down from doing it. A lot of people attacked my flavors, which have now won gold medals. In general, it hurt. Because I expected having a kind of open arms community. A színész egyik szenvedélyéről, a videójáték szeretetéről már szót ejtettünk, azonban más szenvedélyei is vannak, így nem mehetünk el szó nélkül Dylan sörimádata mellett sem. Persze nem az alkoholizmusra gondolunk itt, hanem hogy a színész 16 éves kora óta kísérletezik és készít különböző fajta és típusú söröket, saját és mások receptjei alapján, bár leginkább a mézsört szereti. Pár éve saját sörfőzdét is nyitott Always néven, Williamsburgben. The best way to build a community is actually just make good stuff. Ez lett volna a mi kis Dylan Sprouse portrénk. Középre kattintva még több videót találtok. Hamarosan pedig újra találkozunk. De addig is, sziasztok!